Üdvözlök mindenkit, Bodó Gyula vagyok, az ADR tanácsadó csoportból. Továbbra is bíztatok mindenkit, hogy aki a YouTube-ról érkezik, vagy más csatornákról lát minket, hogy csatlakozzon hozzánk az ADR tanácsadó nevű csoportunkban. Ott kicsit szorosabban tudjuk nézni azt, hogy milyen problémák kerülnek föl, és amennyiben tudunk, segítünk. A mai videóban a Kovács Peti kérésére egy kicsit összeeresztjük az ADR-t az IMDG-vel. Az ADR ugye az áruk, a veszélyes áruk közúti szállítását szabályozzák, míg az IMDG a tengeri szállítását szabályozza. Na most a kettő az abszolút nem egyforma, tehát rengeteg különbség van. Részleteiben nem is tudok belemenni, mert akkor ez kb. Nem tudom, egy 5 óra hosszás videó lenne, meg lenne körülbelül vagy 2 hétnyi kutatómunka, és ezért csak azokat fogom itt fölhozni, amelyikben a legtöbb probléma van, és amelyikben a legtöbbször belefutnak a gépkocsi vezetők, illetve Roro Ship esetén, ugye a kompok esetén a legtöbb problémát okozza. Feladók által okozott problémák ezek, illetve ugye a gépjármű vezetők által nem észrevett problémák, hiszen a gépjármű vezetők nem tudják, hogy mi az, hogy IMDG, nem is kell nekik tudni. Na de csapjunk bele a lecsóba megint, mert ez a videó is lesz vagy 40 perc, hogyha nem húzunk bele. Úgyhogy az első és legfontosabb probléma, amit már a csoportban is kitárgyaltunk egy kisebb posztban, az az, amikor van egy olyan anyag, ami például a széna. Ha becsatlakozunk szépen ide a DGR online-ra, ami a dgronline.eu oldalt adja, ugye a Péternek az oldala, és beütitek a 1327-et, majd rányomtok a kereső gombra, akkor egy érdekes feliratot fogtok látni. Azt láthatjátok itt, hogy nem tartozik az ADR hatája alá. Különböző nyelveken, itt angol, franciául, németül, akkor szépen elengedünk mindent, eldobunk mindent, fölcsapjuk szépen a lábunkat az ablakba, és irány, horány, menjünk vele mondjuk Angliába. Egész úton semmi bajunk nem lesz, addig, amíg meg nem érkezünk a kikötőbe. Teljesen mindegy, hogy honnan hajózunk, hogyha hajózunk, akkor egy olyan dologgal találjuk magunkat szembe, ugye, hogyha itt megnéztétek, abszolút, ugye itt nem tartozik az ADR hatály alá, de ha képeket fényképeztem nektek ki az IMDG-ből, mert talán így a legegyszerűbb, hogyha bekukkantunk ide az IMDG-be, nem tudom mennyire látható, elnézést a kép minőségért, akkor itt a 1327-et, és igen, az IMDG ugye nagyon magyarul nem létezik, úgyhogy itt angolul fogtok látni mindent. Tehát, hogy a 1327-et megnézitek, vannak itt különleges előírások, de higgyétek el, ezek közül egyik sem a teljes felmentést, illetve az egyik az igen, de annak megfelelő kondíciókkal kell rendelkezni, majd mindjárt elmondom, hogy mi az. Tehát magyarán szólva az IMDG az kőkeményen ezt szabályozza, sőt, elég jó kis utasításokat ad, hogy mit, hogyan kell, mikor kell visszautasítani egy rakományt, mert ha a különleges előírásokat megnézzük, akkor a 29-es az azt fogja nekünk elmondani, hogy ha bállába van, ha csomagolva van, akkor hogyan kell jelölni, ugye most itt részleteibe hagyd ne menjek bele, akkor a 281-es fogja nekünk elmondani, hogy mikor fogják teljesen például visszautasítani, hogyha az a meg van határozva a nedvesség tartalma, hogy ha az túl nedves, nyírkos, vagy olajjal szennyezett, ugye az, amit itt felsorol nekünk az IMDG, akkor vissza fogják utasítani teljesen a rakományodat. És abszolút nem fogja átvinni neked a hajó. A 954-es egyébként ő lesz az, aki azt fogja neked megengedni, hogy hogyan tudod teljes mentességgel ezt vinni az IMDG, de megmondom őszintén, ez itt konkrétan egy certifikátot kér a szállítótól, vagy a feladótól igazából, hogy a nedvesség tartalma a szénának 14% alatt van, illetve ugye, hogy nem esik semmiféleképpen a 1327-es UN szám, illetve a 4-1-es osztály besorolása alá, és ezt igazolni kell tudni, és ezeket össze kell préselni, ezeket a bálákat ebbe az esetbe. Na most azért mondom, a részletekben ne is menjünk bele, a lényeg az,
hogy a különbség ugye csak ebben a példában látszik az, hogy nem fogsz tudni simán minden nélkül áthajózni az IMDG szerint. Tehát itt már kőkemény szabályok vannak, nem úgy van ugye elhelyezés, elkülönítés, ugye mindjárt erről is beszélek. Itt már nem arról van szó, hogy mint az ADR, hogy eldobunk mindent, és akkor nyugodtan mehet, semmi probléma, nincs felmentés kaptál, nem, hanem itt kőkemény szabályok vonatkoznak rá. És ez például egy nagyon-nagyon nagy különbség lehet, és nagyon-nagyon nagy meglepetés lehet ADR és IMDG esetén, hogyha te a kikötőbe berohansz egy ilyen árval. Na most olyan apróságok vannak még egyébként, mint az 1136-nak a nem ismerete, tehát az IMDG nem ismeri, tehát te becsukod a tábládat, és te kis mennyiséggel mész, ugye fölírod szépen a pontokat az új ADR szerint, fölvezeted, 1000 pont alatt vagy, és akkor te szépen nyugodtan mész, megfelelő szabályokat betartva, ugye, amit be kell tartani ilyen esetben, de nem kell kinyitnod a táblát, és úgy gondolod, hogy semmi dolgod nincs. Na most az IMDG ilyet nem ismer, tehát ott megint fejfájás lesz, megint, ha nem felkészülten megyünk, és majd elmondom, hogy mi a legfontosabb dolog, ha amikor azt mondom, hogy felkészülés, akkor igencsak sokat lehet, sok időt lehet eltölteni a hajótársaságok check-in office mellett, vagy előtt, vagy fölött, vagy mit bánom én, tehát ott aztán el lehet tanyázni egy ideig, mire rendbe szedik ezeket a dolgokat, ha egyáltalán rendbe lehet szedni, és ha egyáltalán el fog vinni téged ez a hajó. Megmondom, hogy miért. Azért, mert a hajózásban, picit odébb lépkedünk itt a képekben, egyébként itt még a szénát látjátok, tehát ha megnézitek itt a 13-27, ugye egy gyúlékony szilárd anyagoknak a bárcája természetesen, és 13-27, tehát itt a hajótársaságoknak a megfelelő személyzete egy igencsak tetemes figyelmeztetést kap, hogy mit, hogyan, hova kell elhelyezni, tehát abszolút nem mindegy. Ezért nem mindegy, hogy te hogy mész oda. Úgyhogy itt már játszik az IMDG. De az egyik legnagyobb probléma, és akkor tovább lépkedünk itt a képekben, ezek pont az elhelyezés, illetve elkülönítés. Ez teljesen más a hajóknál. Az elhelyezés, itt egy kicsit belenagyítunk, különböző kategóriákba esnek, UN szám szerint különböző elhelyezési kategóriákba esnek az anyagaink, és ez az egyik legnagyobb hiba, ezzel nagyon sokszor találkoztam, hogy a feladók, amikor felad egy árut, például teszem azt egy olasz gyűjtő áru esetén, fogalma sincs, hogy például te Angliába vagy Írországba jössz, akkor nem is érdekli, hogy te hajózol, egyszerűen föl se fogja. Föladja ADR szerint, megír neked egy CMR-t, vagy bármilyen fuvarokmányt, egyszerűen szépen kitölti, még akár helyesen is kitudja neked tölteni a dokumentumot, minden szép, minden jó, és amikor megérkezel a kikötőbe, akkor fog majd a meglepetés érni. Ugyanis, ami legfontosabb, a hajózás bibliája, ugye a DGN, ezt már nagyon sokszor említettük, a Dangerous Goods Note, amit jó, hogyha ismertek, de erről már beszéltünk más videókban is, illetve Péter is föltett már egy kitöltési útmutatót, az is itt van, egyébként azt is be fogom majd linkelni, és itt ismeritek ezeket a piros szélű, de hát nem feltétlen mindig piros van, amikor csak fénymásolt, fekete-fehér szélű papír, ennek meg kell lenni. Ha ti tudjátok, hogy hajóra fogtok szállni, ugye sofőrként, akkor addig nem indulunk el, ha veszélyes áru van rajta, tök mindegy, hogy milyen veszélyes áru, nem indulunk el, amíg nincs egy ilyen nálunk. Van olyan is, amikor leküldik a hajótársasághoz, de győződjetek meg róla, volt konkrétan olyan eset, amikor rákérdeztünk, és azt mondta a feladó, hogy a szállítmányozó intézi, és a hajótársaságnál lesz. Az egy kicsit neccesebb, mert vagy ott lesz, vagy nem, és hogyha nem, addig nem fog tudni veletek mit kezdeni a hajótársaság. Meg kell lenni minden deklarációnak rajta, tehát erről már beszéltünk, hogy igenis az IMDG szerint van minden, a jelölések, stb., az elhelyezések, minden úgy, ahogy van, a nagykönyvben megírva, ennek megfelelően ez a dokumentum kelleni fog. Tehát ha ez megvan, akkor azért már nyugodtabbak lehettek, mert a feladó valószínűleg gondolkodott erről, tehát tudja, hogy te hajózni fogsz, adott esetben kompozni fogsz, és akkor már van valami a kezedben. Az még nem feltétlen jelenti azt, hogy minden rendben lesz, ez egy másik történet, amit majd most fogok elmondani mindjárt,
de legalább már tisztában volt a feladó azzal, hogy hajózni fogsz és kelleni fog ez a dokumentum. Ha visszamegyünk a képekhez, ugye itt visszanagyítjuk szépen ezeket az elhelyezési kategóriákat. Itt nagyon nem mindegy, hogy az adott anyagod milyen kategóriába esik. Teljesen mindegy, nem menjünk bele a részletekbe, hogy milyen hajó esetén ugye vannak itt utasszállító hajók, meg van határozott, hogy hány utas, milyen nagyságú hajó, stb. Azért mondom, hogy ezekbe nem menjünk bele. De meg van határozva, hogy ugye nyitott, vagy ez az on deck, illetve under deck, hogy nyitott vagy zárt fedélzeten fogsz menni, és ha olyan meglepetésben van részed, hogy beérkezel a kikötőbe, van egy bookingod egy olyan hajóra, aminek nincs nyitott fedélzete, viszont azt az UN számú anyagodat csak azon a fedélzeten tudnád elvinni, mert mondjuk az van meghatározva rá, hogy on deck only, akkor jön a meglepi, hogy azzal a hajóval te nem is fogsz soha tudni átmenni. És nem egyszer volt, át kellett menni egy másik kikötőbe, másik hajóra, ami nyilván rendelkezett. Egyébként tipikus eset ez a Rosslare Pembroke, vagy Rosslare Fishguard. A Rosslare Fishguard-i hajón, amennyire én tudom, még mindig ugyanaz a hajó megy, akkor nincs nyitott fedélzet. Nagyon-nagyon kevés ADR tud vele menni. Rosslare Pembroke, egyébként most az Egyesült Királyság és Írország közötti hajókról beszélek, a másik hajón az Irish Ferries-nek van nyitott fedélzete, és ezek az áruk azon mehetnek. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ezt leellenőrizte neked valaki, és például a hajófoglalásodat úgy csinálja, hogy ez is klappoljon. De ha tovább megyünk, akkor jönnek még a szegregációs szabályok, ami még egy adag krém az IMDG tortáján ilyen szempontból. Nem mindegy, hogy milyen elkülönítési osztályba esik, ha esik az anyagod. Illetve természetesen itt több veszélyes áruról, illetve veszélyes áru és például élelmiszer elkülönítése, tehát azért mondom, hogy ebbe is a részleteibe belemennék, hogy több órás videóról beszélnék. De nagyon nem mindegy, meg kell vizsgálnod azt, hogy a veszélyes áru mellett mi van fölrakva, tényleg lehet az akár élelmiszer, vagy egy másik veszélyes áru, mert ha megnézzük, akkor vannak elkülönítési szabályok, és hogyha tiéd bármelyikbe beleesik, akkor itt láthatjátok a 7-2-3-2 szerint, hogyha bármikor, bármilyen szegregációs, tehát elkülönítési szabályba esik a te anyagod, akkor az sem a külső csomagolásban, sem pedig ugyanabban a cargo transport unitban, tehát a szállító egységben, legyen az például a te járműved, nem szállítható együtt az IMDG szerint. És teljesen más szabályok vannak, tehát felejtsétek el az ADR szerinti elkülönítési szabályokat, tehát itt külön meg kell vizsgálnotok, hogy az IMDG szerint, ha különböző anyagok vannak, vagy élelmiszered van például fönn, és mellette veszélyes áru, hogy akkor az vihető, nem vihető, és onnantól kezdve, ha megint egy olyan anyaggal mész oda, hogy halleluja, megvan a Dangerous Goods note-od, de éppen olyan anyagokkal van tele, hogy nem figyeltek arra, hogy nem lehetne mondjuk egy CTU-ban benne az a két anyag, vagy éppen az élelmiszer és egy veszélyes áru, akkor megint probléma van, azt valahogy meg kell oldanod. Természetesen itt is vannak kivételek, hogyha ellátogatunk a 7-2-6-ra, itt ugye, ha vannak olyan anyagok, amik nyilván nem reagálnak veszélyesen egymással, azok itt felsorolja, hogy milyen veszélyes reakciókra gondol, akkor azok ugye különböző módon szállíthatók együtt, illetve van természetesen még olyan kivétel is, amivel én nagyon sokszor találkoztam, az amikor, ha az egyes elkülönítéshez away from elkülönítési kategória van, akkor abban az esetben még van egy lehetőséget, hogy az illetékes hatóság engedélyével az anyagodat elszállíthatod, hogyha természetesen ezt megfelelő szakemberekkel azt mondják, hogy akkor ez így szállítható egyben, szállítható egy CTU-ban, és akkor az illetékes hatóság kiad egy ilyen engedélyt. Ezt meg is tudom nektek mutatni még régebbről, ha megtalálom a képet, valahol megvolt, igen, itt van, ez egy illetékes hatóság által kiadott engedély erről a különböző anyagokról, ami a járművön van, és el kéne különíteni, de mégis egy járművön van, és az illetékes hatóság természetesen megfelelő indokokkal megindokolva azt mondja, hogy akkor ez szállítható egy CTU-n, tehát egy szállító egységen belül.
Természetesen a különbségek azok nem állnak meg itt, és aki úgy gondolja, vagy van olyan különbség, ami még releváns lehet, van több is természetesen, de a legtöbbször ezekkel találkozom, tehát az elhelyezés, elkülönítési problémák, és a legfontosabb az, amikor a feladó abszolút nem gondolkodik, és rengeteg ilyen van, tehát Európából, bárhonnan, akkor Angliába jönnek át, az autók nem gondolkodnak arról, hogy hogyan fog átkelni a csatornán, és hogy milyen falakba fog ütközni. Úgyhogy én, amit javaslok, az egyik legbiztosabb pont mindig, amit már mutattam itt a DGN-nek a megléte, tehát hogyha ezt a dokumentumot kitöltve látjátok, azért az már egy jó pont. Ott már gondolkodtak arról, hogy lesz hajózás mindenféleképpen, tehát hogy multimodális szállításról beszélünk, érinteni fog egy másik fajta szállítási módot is az út során a gépkocsi vezető, és ennek meg kell felelni, és ennek az egyik jele az ő bibliájuk, az ő dokumentumok megfelelően kitöltött példánya. Ha ez megvan, az már egy jó jel, illetve ha többfajta veszélyes áru van fönt, vagy élelmiszer, ezekről érdemes gondolkodni, esetleg utána kérdezni. Hát természetesen a legjobb megoldás az, hogyha a saját tanácsadót kérdezitek meg, akkor a következő megoldás jó lehet, hogyha az adott nyelvet beszélitek, hogy nyugodtan föl lehet hívni egyébként, bár hogyha elkezdem őket reklámozni, nem fognak neki örülni, de ha Check-in Office fölhívjátok, hogyha van hozzá kontakt, bár általában keleti cégeknek nem nagyon van, mert más több kézen jön át a booking, akkor föl lehet hívni a Check-in Office-t, és a hajótársaság is meg fogja mondani, mert ott van előttük a szoftver, ott van előttük a program, vagy ott van előttük a könyv, teljesen mindegy, és meg tudja neked nézni az, hogyha elmondod, hogy milyen UN szám, meg fogja kérdezni természetesen az adatokat a veszélyes áruról, tehát tisztában kell pontosan lenni, hogy mit szállítasz, és ha megadod neki, akkor meg fogja tudni mondani, hogy át tud vinni, nem tud átvinni, melyik hajóval. Ezért van az például, hogy ádéres autóknak várni kell második, harmadik hajóra, mert már nincs több hely, nyitott fedélzeten csak két helyet tartanak fönn számukra, vagytok ott már vagy tizen mondjuk a kikötőbe, tehát azért mondom, hogy ezekre mindig figyeljetek oda. És természetesen az is egy lehetőség, hogyha tőlünk kérdeztek, amint tudunk, hát mi is természetesen azért el vagyunk havazva rendesen, de ha tudunk és rá tudunk nézni, és éppen olyan helyen vagy, mert mi se tudjuk nyilván több tízezer oldalt fejből, több ezer UN számot fejből, nekünk is rá kell ezekre nézni, de ha van nálunk éppen szoftver, vagy van nálunk éppen egy könyv, olyan helyen vagyunk, akkor rá tudunk nézni, és akkor meg tudjuk mondani, hogy esetleg bajba vagytok, nem vagytok bajba, milyen hajóval mehettek át, vagy milyen hajóval nem mehettek át, úgyhogy körülbelül így néz ki a történet. Akkor mára ennyi, mert így is a híres, neves, elfogadható 15 percet már túlléptük, és természetesen ez azért nem ilyen egyszerű, azért mondom, hogy az IMDG sem ilyen egyszerű, illetve az ADR versus IMDG nem ilyen egyszerű, de ezek az alapvetések, ezek a legsűrűbben előforduló problémák. Ha bármi más tapasztaltál, illetve természetesen van még releváns olyan különbség, ami lehetséges, illetve fejfájást okozhat, akkor kérlek nyugodtan kommenteljétek be, akár itt, akár YouTube-on, akár Facebookon, akár hol, és meg is tudjuk tárgyalni. Én nagyon szépen megköszönöm nektek a figyelmet, és akkor találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!